A szerdai jó idő meghozta a vásárlók kedvét is, sokan kilátogattak a városi piacra. Az Alföldi József téren elsősorban a ruha és cipőárusok kínálják portékájukat, míg a kínai áruház előtti kisebb területen a zöldségesek és gyümölcsösök kaptak helyet. A bátmanostori Kovács Jánosné már 20 éve árul a bajai piacon. Azt mondja, a felújítástól nagyon tartott, de az első két piacnap után már minden gördülékenyen zajlott a kitelepítés során. Az állandó vevői pedig ugyanúgy jönnek. Nem árultunk földön, meg volt a hely, mindenkinek volt helye, nem voltak veszekedések, sőt, voltak nagyon sok üres asztalok, mint azért most is szerdánként, nagyon sok a szombatra már belakjuk. Most már ez lesz, úgy néz ki az állandó helyem, én is kezdem belakni, megkeresnek a régi vevőjeim, ugye nagyon féltem tőle, mert ugye mi elvetettünk, ugye számítottunk arra a mennyiségre, amit el szoktunk adni, hogy hol adjuk el. Nagybani piacra nem szeretnénk menni, évek óta nem voltunk, már azt hiszem 15 éve. Én szeretek itt eladni, inkább olcsóbban is. De saját termékemet is tudják, hogy azt árulom. Az elmúlt hetekben folyamatosan telepítették ki a kőasztalokat a korábban parkolóként használt területekre. Biztonsági okokból mind az árusítóhelyeket, mind a tetőket rögzítették a szakemberek, így a szél sem fogja megemelni a palát. Az árusoknak jövő őszig, vagyis a beruházás végéig a mostani lesz az állandó helyük. Ezzel a beruházás első üteméhez kapcsolódó kitelepítés véget ért, mondta Némedi István, a piacot üzemeltető cég vezetője. Ez csak összefogással sikerülhetett, tehát alapvetően az első napokban, ha jól emlékeznek, akkor a Baja Marketing által használt sörpadasztalokat használtuk. A munkaerőkben és a gépekben pedig a Baja Kommunális Kft. Volt a segítségünkre. Tehát ez a három cég, a Baja Vagyon, Baja Marketing és a Baja Kommunális összefogásával tudtuk elérni azt, hogy ilyen gyorsan és jó minőségben a kitelepülés elvégezésre kerüljön. A piac kerítéssel körbevett belső területén folyamatosan dolgozik a kivitelező. Az elmúlt hetek esőzései után most már jól tudnak haladni a gépek a földmunkával.